Igazából nem tudom, minek hoztam ide a telefonom, mert igazából csak a könyvlista volt rajta. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban szívmelengető könyveket fogok ajánlani. Ez egyébként, ez a videó még kb. 3 hónappal ezelőtt lett összeírva. Márciusban. Valószínűleg, ha jól emlékszem. És eredetileg ilyen szívmelengető könyvek karanténra lett volna. De ezzel kicsit elkéstem most már, meg nem tudom miért nem csináltam, meg nem volt hozzá kedvem, meg azt hiszem nagyon hasonlítottak volna a könyvek, amiket akkor ajánlottam, meg amiket ebben ajánlottam volna, úgyhogy úgy voltam el, hogy akkor ezt most így jegeljük. Úgyhogy most fogom fölvenni, némi változtatásra került sor a listában, mert egy-két könyvet kicseréltem bennem, aztán így most legalább kicsit másabb lesz. Lényegében ezek olyan könyvek lesznek, amik ilyen jó érzéssel töltik el az embert, mikor azt olvassa. Legalábbis engem biztos, hogy jó érzéssel töltöttek el. És hát mivel ilyen szívmelengetők történetek a téma, ezért talán nem árulok el nagy spoilereket, ha azt mondom, hogy ezek olyan könyvek, amiknek végső soron happy end a vége, és elégedett és boldog vagy a végével. Tehát nem úgy fejeződik be a könyv, hogy sírsz, vagy szomorú, vagy dühös, vagy ilyesmi, hanem elejétől végéig jó a könyv, ilyen, mármint úgy jó a könyv, vagy ilyen jó érzéssel tölt el. Közben egyébként nagyon sötét van, mert körülbelül 3 napja szakad az eső, csak hogy jó legyen, és csak hogy az időjárásnál legyen hajlandó velem együttműködni. Úgyhogy az eső lehet behallatszódik a videóba, ilyen kis háttérzajnak. Egyébként elgondolkodtam komolyan, hogy kimegyek az udvarra és ott csinálok videót, csak akkor meg a forgalom nagyon belehallatszott volna, mivel főút mellett, vagy hát forgalmasabb út mellett van a ház, úgyhogy az nagyon hallatszódott volna, és úgy nem lett volna jó. Akkor nézzük ezeket a szívmelengető kis történeteket. Nincs különösebb sorrend, mert összekapkodtam a házból a könyveket, és akkor amilyen sorrendben jönnek, úgy fogom őket mondani. Az első, talán ez az egyetlen kötet, ami nem jelent meg magyarul, 10 könyvet fogok ajánlani egyébként. És ezt én tavaly nyáron olvastam, csak azért, mert meg volt itthon, és valamilyen romantikusabb történetre vágyott a lelkem. Ez pedig Jenny Colgantől, a The Little Shop of Happy Ever After. Nem, várjunk csak! Gyors googlizás. Valamelyik könyve le van fordítva. És most nem tudom, hogy ez a könyve, vagy a másik, ami megvan nekünk. Nem. Nem ez a könyve, akkor a másik lesz lefordítva. Ez a könyve pont nincs lefordítva, amit én most mutatok, de több könyve egyébként le van fordítva, ilyen felnőtt romantikus könyv. Mármint olyan értelemben felnőtt, hogy nem ilyen J.A. per ifjúsági könyv, hanem felnőtt. Ez a könyv azért volt ilyen számomra ilyen szívmelengető egyébként, mert igazából onnan indul ki a könyv, hogy a főszereplőnk az egy ilyen könyvtáros hölgy, és bezárják a könyvtárat, ahol dolgozott, és akkor elmegy Skóciába megvalósítani az álmát, ami az, hogy egy könyvesboltot nyisson, mert hogy igazából így kicsit romba dől az élete, és akkor újra kezdi, és ennek a folyamata, meg a kis könyvesboltjának a folyamata, az, amit látunk ebben a könyvben, és eközben ugye belefűződik a romantikus szál is, és igazából alapvetően ez egy teljesen élvezetes kis könyvecske volt. Nem szoktam ilyeneket nagyon olvasni, ilyen típusúakat, mert szerintem ami romantikus könyvet én olvasok, az így általában Jane Austen, vagy olyan, ami ilyen, hát most azt fogom mondani, hogy szenvedős, mert a mielőtt megismertelek, az olyan. Tehát egy konkrétan ilyen típusút nem. Ja, meg olyan romantikus, ami ifjúsági romantikus. Tehát, hogy ilyen felnőtt romantikusat nem nagyon szoktam. Valószínűleg azért, mert én még nem vagyok ilyen 30 év körül, szóval korban hozzám közelebb állnak az ilyen ifjúsági könyvek. Na de ez egy teljesen jó kis felfrissítő olvasmány volt ilyen szempontból, és egy nagyon menő ilyen mozgókönyvesbolt lesz benne, ami nekem különösen tetszett. Jézusom, mennyi idő elment ezzel az egy könyvvel? Szóval igen, de ez nincs lefordítva magyarra, viszont a szerzőnek van több könyve, és gyanítom hasonló kaliberűek. Bár én többet még nem olvastam tőle. A következő, igaz, hogy június közepe van, de nem baj,
ez egy karácsonyi könyv, viszont én imádom, és 2018-ban rengeteget ajánlottam szerintem ezt a könyvet, azóta viszont nem nagyon volt róla szó. Ez pedig Matt Haig-től A fiú, akit karácsonynak hívnak. Na igen, karácsonyi könyv, se baj, igazából ez egy Mikulás eredett történet, és nem mondom azt, hogy elejétől végéig könnyed és szívmelengető, mert vannak benne elég mélyebb pontok, viszont végérvényesen én imádtam ezt a könyvet, és nagyon szeretem, és szerintem karácsony körül esélyes egy újraolvasás is. És ez egy sorozat, 3 része van, azt hiszem, én még csak ezt az elsőt olvastam, de majd szeretném pótolni a többit is. Ez az a könyv, amit sose tudok, hogy kell felmutatni, de az így, igen. Szóval, Wendelin van Darentől a Szerintem szerinted, ez így szintén egy ilyen kis romantikus könyvecske, viszont ez egy gyerekkönyv, gyermek és ifjúsági könyv talán a kategóriája, ebből van film is, és az is nagyon cuki. Végül is arról szól, hogy az egyik szereplőnk az beköltözik a városba, szembe a kislánya, tehát egy kisfiú és egy kislány van a központban, Bryce és Julie. Hát a kislány az azonnal teljesen beleszerelmesedik a srácba, az pedig nagyon furának tartja, és nem nagyon akar a csajjal barátkozni, és végül is az évek során, ahogy az ő kapcsolatuk alakul, az van benne ebben a könyvben, és írtó cuki. Ezt már sokszor ajánlottam, úgyhogy ha valaki még mindig nem olvasta volna, akkor ajánlom még egyszer. Egy másik nagyon kedves kisgyerekkönyv számomra az E.B. White-tól nem Charlotte's Web, hanem a Malac a pádban, szintén van egyébként belőle film. Wilbur a kismalac ugye a főszereplőre, és Charlotte a pók, és az egész arról szól, hogy hogyan érjék el, hogy Wilburből ne legyen vacsora. Ami így morbidul hangzik, mert egyébként kicsit, ha azt nézzük, a kiindulási pont az elég érdekes, de végérvényesen ez egy gyerekkönyv, és nem az a brutális gyerekkönyv fajta, és Charlotte-tal összedolgozva a többi állat, meg az egész farm igazából azon ügyködik, hogy Wilbert életben tartsák. Édes, nagyon-nagyon édes ez a kis történet. És egyébként megsírat valamennyire, mert van benne egy olyan pont, ami olyan, hogy elszomorít, de egyébként meg a végkifejlett az pozitív és jó és boldog, és a végén meg örömödben sírsz, hogy vannak ezek a pontok. Hát ha a következőn szerintem, nem tudom, meg fogja bárki is lepődni, ez Cressida Cowell-től az Így neveld a sárkányodat. Imádom ezt a sorozatot, minden adandó alkalommal ajánlom ezt is, és azért gondoltam egyébként ide, mert főleg a sorozat első fele ennek olyan, hogy igazából bármelyik kötet ilyen kis aranyos, vicces, legfőképpen egy fogatlan miatt fogom ide mondani, mert fogatlan egy kis rossz sárkányka, de imádom. És olyan jó érzéssel tölt el. Fogatlan kicsit idegesítő néha napján, de amúgy meg egy tök tanulságos sorozat az egész, és nagyon jó üzenetek vannak benne. Megint ajánlom az Így neveld a sárkányodat sorozatot, mindig is örökké. Tehát, hogyha azt nézzük, az Így neveld a sárkányodat sorozat ugye lényegében arról szól, hogy hogyan vál hablagy hőssé a nehéz módon. Mert nem lesz az egy nagyon könnyű út neki, de ilyen szempontból igazából az ő fejlődését követjük végig. És nagyon cuki. És imádom. És szeretem. És olvassa mindenki az Így neveld a sárkányodat sorozatot. Következő az én személyes kedvenc Jane Austen kötetem az Emma. Azért mondom ide, mert az Emma a legkönnyedebb az összes Jane Austen könyv közül. Igazából ugye a főszereplő, a címadó, egy ilyen úri hölgy, és hát neki az a hobbija, hogy boronálja az embereket. Ami kis idegesítő is lehet, én egyébként nagyon élveztem ezt a könyvet, valaki pont azért nem élvezi ezt a könyvet, mert hogy Emma személye idegesíti őket, de ez az emberfüggő szerintem, és akkor erről szól, hogy ő ezt így csinálgatja, boronálja az embereket, és akkor közben Jane Austen stílusához hűen, vagy egy Jane Austen történethez hűen ugye beszivárog a szerelmi szállamma életébe is. Tényleg ez talán az egyik legviccesebb, meg tényleg azt mondom, hogy legkönnyedebb az egészből. És annyira jó a vége. Imádom azt is. Főleg van benne egy nagyon jó idézet a végén, a szerelmi vallomás környékén, és úristen, az benne volt a legújabb Emma filmben is, és
Igen, ilyenkor a kis reménytelen romantikus ég nem az így kap egy ilyen pillanatot, hogy de cuki. A következő könyv egy elég friss olvasásom, de aztán, ahogy megláttam a polcon, amikor szedtem össze a könyveket, mondom, jó, ezt beletesszük, mert ez egy nagyon jó, nagyon könnyed, nagyon élvezetes, vicces kis könyv volt, kicsi, 400 plusz oldal, na mindegy, ez a Semmi lány Jodie Taylortól. Arról szól, hogy Jenny, ez a sok Jenny, csak tudtam, hogy valaki Jennynek hívnak, szóval Jenny igazából egy ilyen visszahúzódó lány, dadog, nem nagyon jár ki, és nagyon sokáig a nagynényéknél lakik, mert hát a szülei azok meghaltak, és neki van egy legjobb barátja, Thomas, aki egy ló, akit csak ő lát, de nem megőrült. Szóval Thomas így segíti őt az életben, és akkor ott kezdődnek el a bonyodalmak, amikor Jenny szerez magának egy férjet, így a semmiből, és így kilökődik az életbe, és ezzel, ahogy megpróbál együtt élni, és ugye egy másik életstílust fölvenni, és közben ugye vannak a bonyodalmak, de én annyira élveztem ezt a könyvet, hogy valami hihetetlen, és eleve egy gyömbéres kekszillatú ló van benne, tehát hogy szerintem itt engem megvett a könyv kilóra, ennél a pontnál. Nem tudtam, mi lesz benne, de tudtam, hogy jó lesz. És annyit nevettem ezen a könyvön, hogy az valami hihetetlen, mert ugye vannak a könyvek, amikben vannak a poénok, és így veszed a poént, de nem röhögsz úgy hangosan, csak így, ez jó volt, így magadban. Na hát ez nem olyan volt, ezen voltak pontok, amikor sírtam a röhögéstől, és mindenki nézett, hogy mi bajod van. Én meg csak így, de tök random poénokon egyébként. Úgyhogy ezt egyébként nagyon jó időszakban olvastam, tehát hogy akkor pont egy ilyen könyv kellett nekem. Következő könyvünk szintén sokat emlegetett a csatornán. Rainbow Rowell-től a Fangirl. Na most, hogyha szívmelengető könyvekről beszélünk, akkor Rainbow Rowell nem maradhat ki a sorból, mert Rainbow Rowell-nek eleve a stílusa ilyen szívmelengető. Kivéve az Eleanor és Parknálodnak a... Az is a... Na, szóval most ilyen... Mellékesen, szóval az is egy ilyen szívmelengető könyv volt, csak annak a vége nem feltétlenül volt olyan. Viszont a Fangirl az egy olyan könyv volt, hogy elejétől végéig imádtam, és ez egy ilyen főiskolás, romantikus történet, de ez az a fluffy. Nem tudok rám más szót mondani, ilyen fluffy. Olvasod, és jó érzés. Vannak ezek a pillanatok benne, amikor csak így elolvadsz a könyv, olvasás a könyvbe közben, és imádom ezt a könyvet, de komolyan. És ha nem lenne annyi könyv, amit így mindig itt van bennem, hogy kéne elolvasni, akkor annyira újraolvasnám. Egyetemistáknak meg szíves, még jobban ajánlom, mert ugye én most voltam első éves, és ebben is ott indulunk, hogy Kath első éves, és próbál így megbirkózni azzal, hogy kollégista, meg hogy egyetem, meg hogy kilöködik ő is igazából a komfortzónájából, meg az ikertestvérével nem tartanak már annyira össze, és na mindegy, nagyon jó, olvassátok el, tényleg, a legjobb romantikus könyv, amit így valaha olvastam szerintem. Na, hát a következők azok szerintem, ja, Fangirl is volt évkedvence, másik évkedvencém, Simon és a Homo Sapiens Lobby Becky Arbeltallitól, ez ugye egy LMBTQ pluszos könyv. Igen, jól mondtam. Igazából ezzel az a probléma, hogy már magyarul nem nagyon kapható. Le lett fordítva, de igazából kb. Sehol nem lehet kapni. Jó, mondjuk én ugye ezzel nem volt probléma, mert alapból angolul szereztem be. És igazából az a lényege a könyvnek, hogy Simont megzsarolja az egyik iskolatársa, mert megtalálja a leveleit, amiben egy másik sráccal levelezik, és akkor rájön, hogy meleg, és azzal zsarolja, hogy ezt a világ elé tárja, illetve hát az iskola elé, ha csak nem segít neki. És hát azért egy coming outot így ráerőltetni az emberre ilyen szempontból nem egy túl jó dolog, úgyhogy Simon úgy dönt, hogy segít neki, és akkor ugye a kapcsolata alakul ki közben Blue-val, meg ott van a zsarolási ügy, és a baráta is egy ilyen kis középiskolai románc ez is. És imádom, szeretem. Abban az évben, mikor ez a film kijött belőle, a Love, Simon, az... hát abban az évben rengeteget, de rengeteget beszéltem erről a könyvről, úgyhogy nem tudom tényleg még esetleg elmondanom valamit róla. Tényleg csak azért rossz, hogy mindig itt ajánlom, hogy mindenki el akarja kb. Olvasni. Tudom, hogy sokan el akarják, csak nem tudják beszerezni, ami sajnálatos. Nem is értem egyébként, miért nem nyomtatják, vagy miért nem csinálnak belőle utánnyomást. Utolsó könyvünk pedig
az N otthonra talál L.M. Montgomery-től. Ez egyébként egy sorozat, de nekem csak az az első rész van meg, de egyre jobban hajlok rá, hogy olvassam tovább, mert szeretném tudni, mi történik Gilbert és N között. Mármint tudom, csak úgy olvasnám is. Erről is mostanában már sokat beszéltem. A lényeg igazából az, hogy N egy árva kislány, akit örökbe fogadnak, és nagyon élénk a fantázia, és nagyon könnyen bajba tudja magát sodorni, de bűbályos az egész történet, és tényleg igazából az benne a legjobb, hogy N annyira másként látja a világot maga körül, és tényleg, hogy egy kislány igazából, aki árva, és tök hányattatott sorsa van, de mégis ő így az egész fölé emelkedik azzal, hogy ilyen vidám, és mindenben megtalálja a jót, tényleg. Úgyhogy nagyon bájos kis történet, úgyhogy ezt is nagyon ajánlom olvasni. És ez egy klasszikusabb gyerekkönyv ráadásul, mint például a Malac a pácban is. És ja, kéne tovább olvasnom. Mert történnek még itt jó dolgok benne, és ebből is van Netflixes sorozat, az N-E-vel talán a magyar címe, azt hiszem most már le lett fordítva, meg van hozzá a magyar felirat is. Hát ez a sorozat is. Imádom. Ennyit mondok csak róla, hogy imádom. Ez lenne ez a 10 kis szívmelengető történet, ami igazából ilyen esős napokra, mint ami most itt jelen pillanatban nálunk is van, tökéletes. Mert boldogságot és fényt hoznak az ember életébe. Ez most nyálasan hangzott, de ezt most komolyan mondom, hogy tényleg olyanok ezek a könyvek, hogy elolvasod, és így há, jól van, mégiscsak szép az élet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!